egyes számmal Kisek Máté, hármas Szalcinger János, ötös Kisek Bence, hetes számmal Szám Ferenc, 16-os Zéla Tibor, 17-es Győzi Mário, 18-as Kanyó Ádám, 24-es Sek Kandás, 28-as Kálai Martin, 30-as Bence Latina, 31-es Balogos Bence, 44-es Balog Péter, 45-ös Pap Ádám, 13-as Kóri Pongrász László, csapat edzője Sivali Jakab. Elnézést, 6-os számmal Kanyó Balást bemutatom. Hazai csapat levelői Kákra Alajka, 3-as számmal Zejder Valentin, 4-es számmal Luszti Ambrus, 7-es Valkerti Tóth Attila, 8-as Kuber Dániel, 10-es Márkus Dániel, 13-as Zejder Dániel, 18-as csapat kapukája Dr. Erős Péter, 19-es Bárdos Gergő, 20-as Gyimesi Máté, 23-as Bajnóci Máté, 26-os Ingász Krisztián, 33-as Sinka Dárdi, 81-es Bonyhádi Tibor, 1-es Horváth Máté, 97-es Blázsovics Norbert, 15-ös Fülöp János, csapat edzője Hamad Zoltán. Tisztelettel köszöntöm a játékvezetőket, Hortnyik Zsolt és Zsörgő Róbert sportársakat, tisztelettel köszöntöm a versenybírókat, Rózsa László és Tóth Károly sportársakat. És előtt egy kis ünnepségre kerülne sor. Van két legendás játékosunk, aki 200. mérkőzés játszott. Mérkőzés itt játszott, Emelie Kárkalajka. Színeivel 2008 óta az Egyesület játékosai. A csapat kapitánya 200 mérkőzés alatt 330 góllal ajándékozta meg a szurkolókat. Dr. Erős Péter! Jó vagy! Játékos is 2008 óta. Bajnóci Máté! 1088-ból van a neve mellett, 23-assal. Bajnóci Máté! Gratulálok a két fiatalember, reméljük még pár százszor fölveszik a zöld fejérmezt. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, jó szurkolást! Hajrá Ajka, hajrá Emelie!
meg, megcsinyomták a szemét, te! Meddig vár? Come on.
Most már gyakorlatilag nem lehet, hogy nem lehet.
Légy szíves, ne labdázzatok a kapu mögött, köszönöm.
se kod nas. Más, más, más.
számba játszó Huber Dániel. Thank you.
Scusa, si continua. Thank you.
hihetetlen nagy baj lett volna. Thank you.
Thank you.
Forse si può fare. Ora pont 14-esben forduló a szitovárosi sportcentrumban, reggel 9 órától Bontogolonta, egészen délután 3 óráig. A Lebenyei KKL pont 14-es fiai, reggel 9 órakor játszanak a Veszprémi KKFT-vel, majd 14 órakor a Balatonfüred csapatában fognak játszani. Mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes. Következő hazai mérkőzés NB1B-ben 2 hét múlva, vasárnap 10-ból 15-én, 16 órakor KKL a vendége, Veszprémi KKFT csapata. Thank you.
Nagyon jó, hogy a nyertek.